Hölgyek és urak és egyebek. Sok-sok szeretettel üdvözlehelletek. Lehelletem mindenkinek lényegében. Reméljük minden rendbe fog alakulni. Ba meg új izét kell csinálnom. A fene. Hello, szia Csoki, meg csapat. Hellóka. Egy-két dolgot módosítanom kell még. Valami GTA-s dolgot kéne. Jó, egy pillanat, még lesz egy kis változás, egy borítóképet kell változtatnom. Jó, meg is van. Képmentése másként, berakjuk a képek közé. Oké, nem baj, felírjuk, tök mindegy. Módosítás, nagyon jó. Ahogy, na, jó, rendben, mindjárt látni fogok, nagyon jó. Még nem. Még nem, még megmondom őszintén, most ennyire futja, úgyhogy most egy ez marad. Jó haja, egyébként úszva jöttem. Na mindegy, jó. Kezdjük is. Jó, rendben. Kellemetlenségek lesznek itt. TS-t is felejtettem bekapcsolni. Rég volt már ez, na. Jó. Köszi, de... Attól azért messze vagyok. Van meg. Megpróbálunk itt hátul kifutni. Hát ha... A faszt. Jó. Megpróbálunk elől kifutni. Nem is így néz ki a haja egyéb. Na mindegy, nem értem. Majdnem sikerült. Hát, ha így ki tudunk futni. Úgy, jó. Szuper. Hopp, és már szaggatunk is. Ja, és kép. My bad. Na, igen. És ha minden jól megy, akkor most látni fogjátok a képet. Ha nem lenne elcsúszva. És jó, itt van a kijelző. Oké. Marad ez. Jó. Na mindegy, akkor elfutunk a boltig. Szép jó napokat! Mi van a rádió? Hát... Ki van a rádió?
csak én volnék Alfonzónak a haverja, új tag, és a többi. Na de ki az az új tag? Hát mondjad már. Góg Máté, uram, Góg Máté. Egyem a szívedet, Mátékám, mi lesz itt? Itt már szóval Alfonzó beszél, mondja. Á, semmi. Itt vagyok a PD melletti ruhaboltnál, most veszek ruhákat, meg ilyenek. Ja, szint is, de... Nem jössz értem. Aztán menjünk majd felújítani a kórházat, jó? Jó van, jó van. Öltöz be izébe, a munkásba majd megyek érted, jó? Csak még segítek pár barátnak. Oké, és oké. Na. Hello. Hey, na most meg kell nézni, basszus, hogy izé. Milyen ruhák kellenek. Mert meg kell nézni. Na, jó ruházat, munkás ruha kell. Kabát az a 250-es. Ó, és elnyomtam. Mindig elnyomom, bocsánat. A pólókból a 145-ös kell. Szuper. Nagyon szuper. Nadrág az 98-as kell. Tökéletes, hát ilyenek. Felsőtest 63. Király. Na, hát igazi munkás embernek nézek ki. Cipő. 61. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. De képirítő, átképirítőjök, ez van. Jó. Nem tudom, ott lehet kabátoknál szint, azt... mi most volt? 250? 250? Ugye igen, és akkor a színeket... Hát, nincs sok, maradunk ennél. Gyerek az úrhoz, lerakom az isetáskát a földre, kérdezem, hogy jó, megvásároljuk. Igen, biztosan megveszem. És szeretném menteni munkás ruha néven. Hoppá. Visszapillantok a puzok szemétre, látom, hogy kezdek a puzusa. Elébeszek a táskam, hogy lélegeztető ballom, 2 másodpercenként adok neki elő. Ó, ezt meg, ezt is. 1, 2, 1. 2 lenne, leveszem az urat, a lélegeztető ballom. Ezeket is kitöröljük már. Na. Nem akarok ebből baj, nem tudom, ezt így lehet, vagy nem lehet. De most így fogom megcsinálni. Hogy? Jó. Jó, rendben. Oké. Most, hát bevesztési ruhát azt nem csinálok, de... Csinálok egy napi teendőkös ruhát. Táskám, az orvosi lámpát is lassan felsegítem, az ülőt mögöttem kapaszkodjon belém. Nekre menjetek, kérlek. Napot, uram. Hall engem az úr? Feje vagy valami a fája az úrnak? Jó! Kabát az a 35-ös lesz.
Oh, egy húristen, de jól néz ki. Póló 13. Kedvenc számi az úrnak. Csodám, kedvenc számú. Csak hát a színén változtassunk. De hamburgert az jobban szerintem. Jó. Na drág. Az 130. Kivesszük egy vizet is. Azt is ezzel nyelje le. Rendben álltunk. Szexi. Felső test. Az egy. Nagyon jó, és a cipő pedig, a cipő az 10, tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza. Hát mondjuk ezen nadrág, ez más, szerintem, mint a 130. Hogy beütötte, vagy úgy fejfájás? Ha fejfájás. Meg mind a kettő. Szerintem inkább erre gondoltak. Vagy erre. De mindegy. Biztos nem 130-ra. Rára előveszek a táskába egy villámlepülés. Rektor raktapaszt és ráparasztom a fejedre. De én nekem ezt tetszik, úgyhogy ezt választom. Akkor meg is volnánk. Köszönöm szépen, hogy megmentett. Napszemüveget veszünk. Nagyon jó. Királyság. Főbevalók legyen a nulla. Órák. Legyen valami fasza óránk is. Hát nem lesz óránk. Fülbevaló neve, ez lesz, nem lesz, lesz egy kis fülbevalónk. Ma, mit szóltok hozzá? Király. Jó! Ez lesz a mindennapink. Azt akarom megnézni, hogy hol van. Itt van a. Ide megyünk ide a parkolóhoz. Veszünk ki autót. Aztán figyeljünk, hogy ne halljak éhen. De most, hogy kicsit nagyjából tudok koncentrálni rátok is. Meséljetek, mi újság, hogy telik a nyári szünet. Jól el vagytok, élvezitek-e? Vagy csak szimplán sétáljak el a kórházig. Hol találkozunk, Alfonzo? Menjek a zére? Házikóba? Jaj, mehet oda. Majd megyek én is egy pillanat és én mindenre. Jó, van, kocsit le lehet rakni, vagy valami ilyesmit, vagy? Most nem tud kocsit lerakni. Akkor menj egy publikba és elugrok érted, jó? Jó, itt vagyok a főnél. Oké, majd oda megyek érted. Ha munkás ruhában vagy alapból, akkor még jobb. Most éppen a minden napiba vagyok. Ja, jó van, oké, majd akkor átvezetünk együtt. Oké, és oké, rendben. Szóval, hogy vagytok? Mi újság veletek? Válaszoljatok! Nem kezdtem új karaktert. Szia Kevin, köszi szépen. Sziasztok. Van véles amerikán igen karakterem, de nem nagyon próbáltam. Ott a Bloodsban voltam egy pár napig, de nagyon nem tudtam mit tenni.
csak driftes szupra érdekel. Na, lagolgatok össze-vissza én itten. Borzalom. Igen, csak már nem vagyok tekes annyi. Annyi, hogy nem vagyok tekes. Az a baj, nem volt túl sok, hogy is mondjam, RP lehetőség mostanában a technél, és hát hívtak. Ez egy teljesen új maffia, ugye a Mirája, vagy nem tudom, hogy hogy ejtik, megmondom őszintén. Tetszik egyébként ez a kis Toyota. Aztán úgy voltam, hogy na próbáljuk meg, hát maximum visszajönnek, hát egy kicsit jobban az RP-zéshez többet tudok lehetek lenni. Lado. Szép napot mondja. Ide Lado. Micsoda? Lado. Nem. Halló. Jó napot. Hallom. Na. Mi kocsid Lado? Talán. Milyen kéne? Egy órás zsip, ha van. Az nincs. Akkor, hogyha ilyenekből gondolkozol, akkor nem nagyon lesz olyan, ami neked kellene. Van, mondjad? Fé, hát... Fele tudja. Egy hónapos Sabin voltam, tudja, aztán... Már azt tudom, hogy mik vannak. Azt tudom, hogy van egy... Merci, meg egy Audi. Merci, hallod, Csoki, bocs, ez a vallag, figyelj már, te láttál azóta azt a két gyökeret? Most ott nem vissza. Ja. Kurva, jó, te keresem. Igen. Az igen. Visszerelem. Ezért olassam. Úgy. Ne, nem kaptam. Nem kaptam memória cíkát, semmit. Ne, nem rúgtak ki. Nem rúgtak ki. Én döntöttem úgy, hát ugye én vezérőrnagyi rangban voltam, IC vezetés kiképző, úgyhogy nem rúgnak ki. Én döntöttem úgy, hogy ez lesz, hát még hivatalosan sem melyikbe, de ugye hát ki van írva ugye a címbe, hogy melyik frakció lesz az enyém. Nem az enyém, nem az én frakcióm lesz, hanem melyik frakciónak leszek a része, vagy vagyok a része igazából, már nem hivatalosan, szóval, ja, igen. Ez a harci helyzet jelenleg. Hát figyelj, ha neked boldogabb vagy attól, hogy azt hiszed, hogy kirúgtak, akkor kirúgtak, tessék, tehát, hogy... Igazából tök mindegy, a lényeg az, hogy nem vagyok ott. Annyiban nem mindegy, hát, hogy így most így igazából visszamehetek, hogyha szeretnék. Max kapok egy kis lágfokozást. Még jó, hogy a macska elmegy magától. Amúgy sose értettem ezt a macskát szarni dolgot, mert ugye a macska az elintézi saját magának. Hát ez inkább a kutya, nem? Csak most így kérdezem, filozofáljunk egyet. Ez baj ilyenkor? Vagy ezt sose tudom, hogy ezt most akkor így nem kéne, igaz? Én már ki lehet emgézni.
Értem. Értem, értem, értem. Tessék. Így már nem látszódik, nem? Na, az a taxis is jót tolja. Kapnák el a rendőrök. Na, mi zuhan? Merre vagy? Amúgy tudsz intézni magad, kint vagyok izébe, Sandybe. Még a csajszé pakol. Utána indulok kifele, vagy befele a városba. Jó van, jó van. Fegyvert amúgy valahonnan tudsz intézni, vagy intézzük? Még ilyeneket nem tudok. Hát oké. Csak azért kérdeztem, hogy van-e valami ismerettséged, vagy valami, akkor tudsz intézni, vagy akkor majd intézzük itt. De vagy az ismerettségem. De rákérdezek, hogy két fegyvert mennyibe tudnak adni. Nice, adom. Jó baráti bárra. Hoppá, városlakó vagyok jelenleg. Civille. De nem sokáig ne aggódjatok. Nem sokáig. Na. De jó, ezeket rakhatom most vissza. Tudom, beírhatom egy reset hub, de... Jobban szeretem így állítgatni. Hát most van időnk. Na. Hoppá, itt még bunyó lesz. Mindjárt nézem. What? Menj oda egy player és mondd neki, hogy mondja azt, hogy koki moki, és akkor kap egy csokit, ha megmondja neki, hogy ez is... Nem értem. Szia! Ki van írva egyébként a izébe, ez az új maffia frakció lesz? Kicsit a... Kések, vagy lehet... Mirája? Vagy mi? Menni fogok, csak kicsit kések. Oké, rendben, én nem megyek sehova. Jó van, ki kell téríteni embereket. Légy szíves, öltözz át a munkás ruhádba, aztán a kórházba, ha el tudnál menni, az jó lenne. Aztán mondjad, hogy a Hepehopa Kft-től vagy. Milyen Kft-től? Hepehopa Kft-től vagy. Jó, jó, rendben. És téged az intenzív osztályra. Jó, mindjárt itt vagyok. Igen, ez egy teljesen új maffia, egy kicsit ilyen építkezős munkás is egyben, meg van alvilági tevékenység is. Nem kell donételni, nem azért van az, csak hogyha valaki úgy van vele, akkor... Ruhaváltás. Munkásruha. Ó, de nézzenek ki ez a szexi fiú. Ez
Szóval nem csinálunk ebből balhét. Szia Kevin! Igen. Vélesen vagyok, igen. Ne reméljük nem basnak el a zsúrtan. Sehol senki. Futás van akkor. Egy kicsit, megmondom őszintén, egyébként beleuntam, meg mostanában nagyon kevés volt az ilyen boltrablás, meg mindenféle hasonló dolgok, tudjátok, ami nekünk ugye az RP-nket adta, be voltunk olyan korlátozva, tehát nem volt sok aktív tag, beleértve engem is, és így, és ezért, és akkor régi haver megkeresett itten, és akkor így kerültem ide. Hát, hogyha lenne kórházi dolgozó, akkor tudnám is mondani, de nincs. Köszönöm szépen, jól vagyok, dolgozgatok igazából, úgyhogy, ja, új háttér. Ja, próbáltam, hogy lehessen zöld háttér, ugye a falam az zöld, de nem jó, sajnos nem működik. Jobb megvilágítás kéne, vagy nem tudom. Igen, igazából ennyi volt. Nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom. Szerintem max 100-an lehetnek. Nem olyan sokan. Jó magyar munkás leszek. Szerintem így kell dolgozni, nem? Tehát, hogy... ez a magyar munkaerő. Igen, ez sajnos így van, igen. Reméljük csak ezért, mert nem vagyok benne biztos. Sok streamer elment. Nem is tudok nagyon mondani egy nagyobb streamert, aki vélesen van egyébként. Szép az a GT, Merci. Azaz, teljesen nullás. Vagy igazából akármilyen magyarországi autóút építkezés, vagy akármilyen magyarországi építkezés. Ezt így kell, így lesz kész a munka, így lesz kész a meló, ennyi. Tudományos tény. Igazából megvegyük, ameddig a Alfonzito itt megérkezik, aztán... elmentél Máté? Hova mentél át? Én most nem akarok minősíteni senkit és semmit, viszont szerintem tudom, mire gondolsz. Na, ne basszál! Igen, az Dani volt, meg régen volt még ugye hát a José atya elvileg. Ha jól láttam, így hát az a energiaitalból kiindulva, nem véletlen volt az. Ha
Jaj, most keltem fel a kórházba. Nem kell köszi, itt van, nem messze a... És egyébként jó is a szerver. Most nem tudom, most úgysem jönne át senki egyébként innen a közelünkből, de... Mik ezek a kurva kamionok itten, emberek? Mik ezek a kurva kamionok itten? Elgondolkodok egyébként rajta, majd. Az út jó út. A diszociális hajlamok. Szuper. Vigyázzon magára, további szép napot, viszlát. Rendben, viszlát. Jó napot. Valaki eltolna a barátomhoz? Jó, akkor húzom magam. Lökje magát inkább. Szív napot a Hebeupa Kft-től jöttem, ugye elvileg építkezés van az épületben, hogy megmutatná, hogy merre van az építkezés. Hogyha tudja esetleg. Szép napot kívánok. Kollégák, ide jött egy... milyen Kft-től van? Hebeupa. Hebeupa. A Hebeupa... Tétől jött egy építész, azt mondja, hogy valahol valamit építeni kell, hogy meg nem tudja valaki, hogy... Az intenzív osztályt kell felújítani, ha jól igen, tudom. Igen, az intenzív osztályt akkor most felújítás alatt van. Igen, tudjak. Nem tudok sehova sem menni, vezetni megpróbáltok, vagy az sem? Van. Jó napot! Hát próbáljuk megvezetni. Hát, nem tudom, én még megpróbálkozok, mert azért ez volt az első szerver, ez valamilyen szinten kicsit közel áll hozzám, ilyen szempontból. Bevezettem az urat, mert intézd el, na! Nem na, autót jó. Vezetni se na, szabad. De szabad csak egy lábbal. Azt a lábát nem. Én már itt vagyok. Jaj, akkor megint be fog akadni a gáz. Nem fog beakadni, nyugodjon. Rendben, viszlát. Vissza. Automata váltós egy lábos vezetés, kérem szépen. És uram, nem fér be a csomagtartóba a tolókocsi, mit csináljak? Összehajtható. Á, értem, segít? Szép. Megfogom. Kiveszem ön alól. Várjon, akkor hogy megyek el a kocsig? Húzza magát a földön. Eltolom, jó? Várom egy kicsit, bocsánat. Rendben. Eltolom én. Köszönöm szépen a fordítás, Kevin. Igazából nem, ez csak egyszerű lusta vagyok. Most túl ízét életet felépíteni jelenleg, de hogyha nagyon szar a helyzet, akkor át fogok menni. Inkább ez. Inkább ez a helyzet. Hm.
Ja. Szóval. Mindjárt jönnek majd egyébként a kollégáim is, szóval nem leszek egyedül, ne aggódjon. Oké, és akkor... Gyere, jöjjön be, azt akkor... elvezetem az intenzív osztályig. Köszönöm szépen. Amúgy múltkor már volt itt egy kollégája. Eljön. Jaj, jövök, csak... kattogok a fejembe. Jó. Hát igen, gondolom akkor az építkezés ugye fölmérte a területet, így van, fölrajzolta így van. A dolgokat, mértékeket vett ilyenek. Igen. Csak én nem beszéltem vele, hanem az egyik főnök. Na, itt van az intenzív osztály, igazából ez van felújítás alatt, ahogy látja. Igazából itt el tudják végezni ugye a munkát. Én igazából nem tudok sok mindent erről a munkáról, csak nekem annyit mondtak, hogy ez felújítás alatt van, hogy ide nem szabad bejönni. Á, értem. Rendben, jó. Köszönöm szépen. Majd hívja a kollégáit. Illetve egy gyors kérdés, hogy ugye dohányoz lehet itt a helyiségben, hogy felújítás alatt, tudja, ilyen munkás dolog. Nem szabad, kint. Á, kint, értem. Kint értem. Bocsánat amúgy, csak tudja, pont egy kórházban nem állna jó, hogy cigi szag van mindenhol, meg amúgy is érti. Jaj, hát persze, jó, hát kisétálok én. Persze, hát most ez a fél perc, az ne igényeljen már semmit. Na jó van, akkor hívja a kollégáit nyugodtan, azt akkor elkezdhetik a munkát. Minket nem fognak zavarni, majd vagy írják ki Twitterre, vagy akkor az ötös frekvenciájú rádióra jöjjenek fel, és akkor mondják, hogy készen vannak-e. Jó, rendben, okay. rendben. Akkor dolgozzanak további szép napot, viszlát. Önnek is. Na, itt vagyok az intenzíven. Mit kell csinálni? Jövök én is, jövök, aztán osztom ki a melót. Jó. Oda ez... Ott vagyok én is, csak átöltözök. A napot? Gezget szót, kalapálgat, meg ilyenet. Mindjárt. Hallóka. Halló, szia. Na, mi ez az izé? Nagy takarítóról? Takarító lettél a kórháza, vagy mi van? Já, nem. Művezető vagyok. Micsoda vagy? Művezető. Mérnök. Jaj, értem. Tehát egy kicsit véres lennél. Hát kórházba kellettem, érted. Értem. Csak a szokásos. Já, hát. Na és Mizu, milyenek az új autók? Amúgy, hát lommit hajtam, még javítani. De ha egyedül ülsz benne, akkor 408-at megy. Mi? Ja, hogy ha több ember ül benne, akkor a súly is számít? Valami persze, jaj. Van már egy rendőrtúlfa. Mik vannak? Mi van? Nice. Hát most tudod, megpróbálom egy kicsit az civil melókat. Aztán, hogyha úgy van, akkor lehet majd visszanézek még, hogyha nem tudom, tetszik vagy nem. Persze. Csak kicsit úgy... Érted, így meg tört bennem a lelkesedés, ja, érted? Persze, elhiszem. Vagy nem is megtörtem egyszer, azt már itt tudjuk több mint fél éve, szóval. Ja, hát, ja, igen. Hát én is tudjuk, mikor is jöttem? Áprilisba mentem a techhez, ja. Valami ismi. Ja. Hiszen most felújítjuk a izét. A intenzív osztályt. Igen? Aha. Na, azt faszol mondjuk. Valami jóra megcsináljátok? Hát valami szexire. Egy nagyon szexi rózsaszín lesz. LED világítás minden, tudod, diszkó lesz ott. Ja, értem, én nagy piros fényeket felkapcsolni, azaz. Bezárni, és akkor hát is. Ide figyelj, kérem, menjen ki az intenzívre. Hát de miért, uram? Tehát fognak fogyni, vagy legyen fel a sisakot. Hát jó, a felszomj magának a sisakot. Na, így. Na, végre van normális sisak is. Maradjon ilyen látó is. Nagyon szép, hogy mondom. Na, tudom. Ezt le lehet ütni rólad? Tudni, igen, szóval ne üsd le. Ne mondd, meg menjünk tegezgetni, meg ilyenek, kalapálom. Na jó van, hellóka. Hello, sziasztok. Bolond Pablo. Ott már felizéltünk, felraktuk a mindent, bekábelezték. Ó, nagyon szuper. Ezt a falat kezdjük el. Jó napot, várjál, gyorsan bekísérem, jó? Mert a kollégája már megjött. Ja, jó van akkor. Megjött, mint a menstruáció. Te ott
heggezd meg azt a vasgenyót, látod? Ah, ezt itt, igaz? Azt hogy is kéne? Mindig elfelejtem. Jó napot, kollega, jó napot. Itt van, itt van, csak tudja, tárgyalok vele. Na, hogy kell hegeszteni? Mondom. De hogy le van írva? Igen, hol? Ó, látom. Hol? Na, most nem fogom beszélni. Hát. Na, hát mik ezek az akadozások? De, szóljatok csak. Micsoda? Így jobb? Hát lényegében orra esett a kocsi, így van, azért már 600 ezerre megy. Azt mondja, hogy nem... Kinezett egymást itt van. Azt mondja! És így kiverem a kezdő alatt, azt mondja, hogy beleszolva. Nem tudod, hogy kell hegeszteni. Utána vezek itt a bele. Menjek ki! Húha! Menjek ki! Miért laggolsz? Miért laggolsz, ember? Mi az, ami megöli magát? Szerintem a... izé egyébként... Mindjárt megmondom neked. Várjál, mindjárt keresem itt. Ha, mondjuk nem ez kellene. Kapályod, jó volt. Addig megkeresem, na, ne csináljak. Jó. Ah, végre. Köszönöm szépen, Bence, köszönöm szépen. Na szóval, meg kéne kötöznöm magam. És cím, neked is köszönöm. Amúgy könnyebb bekötözöd magadat, ha a defibrillátorra gondolsz jobb létre. A tököm nem kezdte. Várjál. Hát, Várj, bocs, ez nem érted. Jó, verekednek az emberek? Hol? Félzzétek már, mert én is beszartok, szétfogom mindenkinek a seggét. Szép napot kívánok. Segítség a napot. Én kérdezem. Ját, nem fogunk felújítás van. Jó, most jöttek felújítani? Ja, értem. Tegnap is voltunk, Tegnap is? Ó, értem is. Ma. Vasárnap lesz az átadó. Vasárnap lesz az átadó. Mindent, amit lehetséges is tudunk. Újra a kábeleke. Értem, és milyen kártya ez egyébként? Hupa. Hát tudna segíteni. Na, nem, ne ütügessétek egymást, mert én is beszállok, és nem lesz jó vége. Semmi, már van. Lehet, mondjuk. Épp jó napot, na hogy haladnak? Arra, hogy... Vegyem fel vissza egy védőszemveget, mert megbukítja ez önt. Ja, hol enki is mentem, dolgoznak nyugodtan, mi dolgozunk, na vissza. Viszlát. Nem szemet, és akkor annak a rendszernek a saját sírok. Amúgy hallod, megváltozott a hangod. Igen. Új hangszálaid lettek. Valam, esküszöm meg, se ismertelek a rádióba. Te észrevettem. Azon gondolkodtam most. Ide jövök. Szóval is édesanyádat. Mi? Ide, édesugma fületek be, utána elmetnénk egy izét heggeszteni, hát. Hogy én is gondoltam. ATM-et. Amúgy tényleg. Van nálam. Alfonso, figyelj.
majd fölvehetnétek, mármint hogy így érted. Mennyire telt már 3 napot? Hát figyelj, kedden. Kedden izéltem. Úgyhogy péntek az már, azért kedd, szerda, csütörtök, péntek. Jaj, már az ott a fél nap az ott van, jaj. Akkor rád is kérem, jó? Nice. Vagy nem tudom, hogy... Mely... Tehát kedden kérték le, de hány óra körülbelül? Mindjárt megnézem neked, jó? Sok-sok. Nagyjából mikor? Beérted, nehogy belekössenek. Huszon... egy, vagy mikor? A 20-a? Hol? Mi volt? Várjunk csak. 23 péntek, 22 csütörtök, 21 szerda, akkor 20 kell nekem. Na, mi jó? Vagy... Hát de esküszöm, nem találom meg magamat. Nem azért. Vár, valakihez hadd üljek be, valakihez hadd üljek be. Jaj, elrontottam. Rangigénylés, ez meg a... A bánat megeszi, hogy ráütöttem az ujjamra. Éjjjj, óvatosan, óvatosan. Vigyázzon, hely. Rohanyját ennek. Áh. Meg küldik el az SMS-eket, bazdok az asszony. Az asszony küldi az SMS-t. Izé kéne ide a doki, ő tolta a izé hangokat is. Hát már nem írja ki, érted, hogy izé azon belül mikor. Hát viszonylag hamar, mert aznap ez volt a 3. bejegyzés. Hát ja. Ez mondom, hogy én is figyeltem, hogy mikor körülbelül, de nem látszik, hogy órára pontosan mikor. Szerintem már érted, hogyha érted kedd, az az egy nap. Szerda, második nap csütörtök, 3. nap péntek, 4. nap. Akkor én rád kérem, bassza meg a ló. Hát... Tégy úgy. Ah, kajálok egyet. És... Jó magyar munkásként az... Munkának a 90%-al csak cigizünk, nem? És beszélgetünk. Jaj, amúgy itt én most leülök egy csöppet itt. Viszkézünk, hogy valami. Ígyünk meg egy felett. Gyertek, ígyünk meg egy felett. Kövőműves aktivált, igaz? Azzal. Hoppa! Könyves nitraita! Ja, kis izé, szűr csilé. Szíjok már egyet. É, nálad olyan is van. Hát persze, a segélybe tárolja, nem tudtad. Ja, hát... Amúgy én takarítok is itt, bassza meg aló. Igen? Utánatok, hát. 18:48-kor. Nyugtok neked egy ilyet. Tényleg. Mi a fejszámod? 4:48. Ohoj, oda nézzenek. Hát... Most már tudom, mivel szelni a szalonnát és a hagymát. Látod, az igaz. Igaz, hogy rendőrvész árad rajta, de az már más téma. Kölcsön kérte, hogy szelje a szalonnát, csak béna volt és az ujját szelte. Na, ennyi. Hát, mondjuk, az is igaz.
Mi eltévesztett, olyan zsíros volt az ujja, azt itt a szalonna. Hát tegnap előtt, hát a rendőrök megbasztak 4,5 millió, odafigyeljén. Igen, ezért? Nem tudom miért. Rám basztak egy 4 millió számot, én mondtam neki kurva anyukat, és tovább mentem. Ja, ja. És, de akkor nem meglógtál, nem? Végül is nem nagyon, mert megkaptam a számlát. Hát... Úgyhogy... Mit dolgozol te meg annyit, pihenjél már? Ráérsz. Szép délutánt. Szia Zoli. Hű, akkor hogy is van? Akkor ugye... Hát... Hú, várjál! Alfonso, lehet még várnod kéne, mert most nézem, hogy olyan 6.48-kor volt ez. És akkor a szerda, a csütörtök, és akkor péntek 6.48. Még egy óra, mondjuk egy bő órát várni kell. Itt hagytam a nagy kalapácsokat. Hát... Úgy gondoltam, hogy művezetőnek állok, és egy kicsit illegálkodok. Úgyhogy így ez van. Akadáson, amikor... És folyamatosan belaggolok. Szerintem egyébként ez a meleg miatt van, egyszerűen túl melegszik a gépem. Ja. Jó napot, hogy haladnak? Hogyha 2 percenként jönnek, akkor szarul fogunk haladni. Hát, én nem is megkezdtem. Eljártja ital van, mi a fasz? Akkor azt kérdezem, hogy körülbelül mennyi idő lesz ez a... Te körülbelül mennyi idő? Van kalapács, miattak? Van maszk darab. Igen, igen, igen. Hát vezérőrnök voltam. Ugye ez az... Az Alider alatt van egyje. Mi a bajod? Nekem pofázol, nekem ugatsz. Már egymást én is beszállok. Nekem ugat a tejfog, a kurva anyád. Szóval, hát az volt a baj, hogy így kevés volt mostanában a rablás, kevés volt az aktív ember fönt a technél, nem láttam túl sok értelmét, viszont jóba vagyunk, tehát jóba váltunk el, írtam egy szép búcsúizét, nem csak leléptem a fenébe. Úgyhogy igazából, hogyha úgy hozza a kedvem, meg, tehát hogy vissza szeretnék menni, akkor tárt karokkal visszavárnak. Picit lefokozással ugyan, de... De ja, tehát hogy... Azért nem... Nem, nincs teljesen az elveszve az a fonál, csak most egy kicsit ki szeretném próbálni magamat más irányban is. Na de örülök, hogy itt vagytok, és hogy megint live-olhatok, és csak csapassuk a like-okat, meg a feliratkozásokat. Érjük el ezt az 1000-et nagy nehezen. Úgyhogy, ja. Hát igen, kevés. A techben meg 3-4 ember aktív. De én sem voltam aktív, tehát most így meló meg minden miatt. Úgyhogy, ja. Hát igen, most leszek sokáig, megmondom őszintén, mert... Megyek én is szórakozni. Megyek bulizni. Úgyhogy akkor a Mori 2-ben tala. Aki jön. Na. Ismerős van itt. Aztán azért... Ugye az Alfonso, a Marcello Alfonso. Ő, hát ő még ugye mentorom volt a rendőridőkből. És ő az, aki itt a líder lett. Igen, vagy te hatan. Na, ez tök király, az egész sok. Amikor régen még év 10 pluszon voltunk simán. Az volt a jó idő. Az a baj, hogy általában most már hogy kiképzést tudtam tartani, már amikor este én fönn voltam, ilyen 9-10 fele.
Nem tudom. Lehet. Én nem tudom, szerintem egy hónap után most léptem fel először Vélesre. Kellemetlen. Alfonso, itt vagy? Annak mondom, bejelentés érkezett. A rendvédelmisek segítséget kérnek, azonnal induljanak a helyszínre. Indulunk a helyszínre, már tájékoztattam a... ...kollégámat. Végák indulnak? Hát igen, igen. Ez a kérdés nálam is, hogy most vissza fognak szerintek jönni, vagy nem, mert... Remélem vissza fognak jönni, de nem vagyok én ebben annyira 100%-ig biztos azért. Úgyhogy... ja, hát... Majd kiderül úgyis. Én se szeretném. Ezért emlékedem, hogy visszajönnek, de nem vagyok benne biztos. Na, működik még egyébként Discord server link? Vagy újat kéne beraknom? Nem érzünk. Itt vagy. Figyelj már, mint van. Hey, az micsoda ott? Hopika. Fúrógép. Oda nézzenek. Amúgy engem nem akartok már előléptetni, mert meg csak izé munkás vagyok. Hogy munkás? De ugyanúgy mehetsz mindenhova, de ugye kapsz egyet. Köszi szépen. Csak eddig nem voltál olyan aktív, hogy kap. Érted? Hát én próbálkoztam minél többet lenni, de hát nem. Semmi. Nézzük. Azt írja javintalan. Igen. Na, mindjárt megoldjuk. Hát azt is amúgy. Ki vagy te? Alan Jackson. Vagyok az. Tisztelettel jelentem. Érni. Alá is írom a papírra, igaz? Na, most a bajzat. Igen, ne. Köszönöm szépen. Oké. Copied. Nagyon jó. Timer nem? De timer. Igen. Én tudom, elment meditálni. Azt bírom amúgy a mentős, hogy 2 percenként jönnek le ellenőrizni. Gratulálok. Kaja. Ja, hallod? Kimentem kajáért, oda jönnek, hogy menjünk már a munkásokat leellenőrizni. Képzelem, emeltem. De ezek nem ellenőrizhetnek minket, hát. De mondtam nekik, bemertek jönni, olyan pofont lebaszok nektek, hogy inkább menjetek dolgotokra. Szerintem, Nem jöttek be. Építkezés terület. Őt egy ember mit újítanak fel maguk? Hát mondom, mindent is.
mondd azt legközelebb, hogy te vagy a művezető, és hogyha meglátod, akkor feljelentést teszel, hogy veszélyeztetik az épségüket. Hallod? Test épségüket. Szabalány csináljad, az a jó. Nem, most itt megszereltük is gépeket. Ja, hát, jó van. Nem is tudtam, hogy én egy szerelő vagy. A kocsikat nem tudnád megszerelni, hogy mindig is a kocsikat. Az a baj, nem. Már próbáltam. Nem lehet meg betenni ide a izékbe, ilyen nagy menükben, hogy meg tudjuk szerelni, az istenséget megkérni. Á, nem lehet. Arra van, erre. Azért izéni külne, nem? Hát, sima ápoló nem kérhet papírt. Á, nagyon sokat. Szerintem nem is adnának olyat. Én ki kéne váltanom egyébként a személyemet, mert még technélem meg ezeket. Tényleg amúgy személyének kéne lánom lennie, meg ilyeneknek. Alfonso. Csoda? Személy meg ilyenek legyenek nálam, ilyenkor vagy? Lehet. Nincs gond, hogyha látják, hogy milyen nevet. Hát az most mi van benne? Jó van, csak mert ugye még előző munkám meghatározta, hogy ki legyen dobva a kukába. Ja. És lehet nálad nézve, nálam is van mindig igazából. Nálam sosem sincs. Csak ugye most, hogyha sima ugyazoltatásnál megállt a rendőr, akkor felmutatom neki, azt nem kell megcsekkezni, nem kell kiszállítson. Nekem nincsen, se személyim, se jogsim, érted? Most csinálsz meg. Ilyen az élet. Nekem az a jó, hogy minden emlékem megvan. Miről? Hát minden előző munkámról meg ilyenek. Tudsz valakiről valamit? Á, igazából nem. Őket nem nagyon köpöm. Na. Meg amúgy se lehet itt róluk, hát most mit csinálnak? Tek, érted? Abból bébe mennek azt nők. Ja. Azt hittem valamilyen nem olyan szervezet. Ja, nem. Szóval nem cikkáztak, tudok szóval mindent. Szóval a régi rangod az megmaradt. Igen. Hol vagy? Így magadnak szerelőt már a kocsit dolgozhoz adtál. Hallod, lenne egy kérdésem, az ezt kipróbáltam a fordot. Persze. Csak nem ennyi, semmi. Melyikre mentél te? De hogy cikkáztak? Az égben ilyenkor legálokban nem szoktak cégkezni, csak az illegálban. Hoppá, oda nézzenek. Egy rendes cigi. Nem, a rendőrség nem szoktak cégkezni szerintem. Titoktartást irattak alá egyébként, tehát nem adhatok ki neveket meg ilyeneket. De ennyi. Tehát, hogy így... Hát akkor egy polgári tém is. Hallóka. Most kívánok. Mit csináltak? Jó magyar munkásként nézzük az egyetlen embert, aki dolgozik. Jó van, hello Zoli. Megvan a hely, ez hogy van? Köszönöm szépen, jól telt, melóval telt eddig a nap, aztán most sikerült működésre bírni a fájvemet. És egyből tolom nektek a live-ot. Mi van, fütykös? Fütykös. Hogy tudok én varrni, azt nem tudom. Oh.
Halló! Halló! Itt vagyok, na. Látod? Halló! Na, én ezt a csikket, ezt én beleépítem a falba, hogy egy darabka belőlem, nem ott maradjon. Itt az ágyat össze kell szerelni. Halló! El is kezdem kalapálni ezt a szart. Jó, belekalapálom a cigit is. Extra szigetelésnek jó lesz. Jajjá. Megszerelem szépen. Tessék. Ez is jó. Önkormányzatnak vagy ki a gyásznak. Akkor menjünk a kalapáját. Adjak kaját, kaját venni. Adjak kaját? Nem kell, kimegyek, veszek. A nap 17. Később. Levegőzni, menjünk levegőzni, én azt mondom. Jajajajajaj. Úgyis el kell menni az Obi-ba bevásárolni szögbe ilyenek. Menjünk. Jó, úgyis itt van az Odin. Ezébe, Obi-ba. De az Odin az itt van, el tudom menni le. Ja, én is autóval jöttem azért onnan. Vajajajaj. Kenyó mindenüket. Veszünk kólát. Egy kis energiaitalt. Hamburgert. Aradj ne. Hoppá, micsoda luxus. Luxus ferda. Persze egy szétlaggul, amikor elindul az ember. Na, jó. És akkor ezt minden izéből, munkáspénzből szedted össze, Alfonso. Gyászítja meg, ugye én nem tudok bemenni. Ma hozni kell a dobozokat. Felnyitom a csomagkarcsot, tudta a hintra a doboz. Mit fölök itt fölök, csak be kell tárgyom egy két dolgot. Jó a dobozokat. Sok doboz. Én a sarokból vigyek el először. Egy pillanat. Wow, én többet fogok vinni át fel. Mert meg hagyjuk szeretetet mondani. Gyorsan bebasszuk oda. Csomagtartóba. Szóval akkor ez a háku. Megfogom a dobozt. Hopp, látod, felemeltem az egészet. Viszont. Lefutlak be azért. Jó van, na. Én nem egyet küszek, mint te. Sok tér. Már nem sok tér, újra kiálltok. Szerintem már fele is van. Várjál, még nincs. Várjátok. Te már egy hármat belevittem, ez elég kicsi csomagtartóval rendelkezik. Tudod, belevittem a szúrét, a kurva élet. Szép kocsit van, he? Milyen szép kocsit van? Így kell tudom pakolni. Ilyen amúgy, mennyi egy ilyen? 50 körülbelül. Wow. Hambinak nem ilyen volt egyébként. Hey, mit repült ez? Hey. Jó volt, ne? Ahhoz képest egész stabilan maradt, szóval tényleg jó volt. Mint hogyha csúcsnál az út. Ez kicsit csúcsik volt, ennyi. Biztos az eső miatt. Mi van rajta, he? Milyen szarbúj van egyenek csúszik? Slick. Hű.
Há jó, sok volt, nem voltam az egyik. Hát itt ahhoz sörös kapod. Tartott kinyitni. Jaj, itt vagyok, mondjad. Lekapózom, ahogy veszek ki a dobozt. Majd veszek ki a dobozt. Menjél, vedd ki a dobozt. Csomiból. Kivettem. De menj oda, mint ha vennéd ki. Igen. Jó, ja, mehet. Köszönjük, köszönjük. Most mi volt itt, vagy mi? Nem alattam. Nem tudom, mi történt. Szóval, Duck. Kicsit, hát beleuntam a... Zé... Teges RP-be, megmondom őszintén, meg úgy nem... Nem igazán... Fogd azt a dobozt, hogy fogod? Hát tudod, én izmos vagyok veled ellentétben, nekem elég egy kéz. Hopsz. Igen. Bizony. Tessék, ne szóval, itt van. Ja, nem volt csak akció. Ja. Lényeg... Hát igen. Lényegre törően. Fogalmazva, igen, kevés volt az akció. Be kell hozni, kiszer számolni, meg ilyenek. Ott van a közébe. Kesszűtartó volt, de behozom azt is. Egyem a hülye fejemet komolyan, hogy takadozgatok. Szia! Szia! Köszi szépen a feliratkozást! Ducking 69. Na, kell még valami, vagy már... Üzé... Hogy is hívják ezt itt? Na... Kocsiból kiszedjünk mindent. Nézd már itt a huligánok. Nyomorék, ez mindjárt belerúgok egy kocsiba, bazd meg. Ez itt esik, olyan szar kocsi van. Valahol megy el, hogy... Várj csak!
Aj, így, úgy, így, ez kell, ez kell, pontosan. A bagó meg a szájában. Hol legyen, hanem a számban. Majd holnap dolgozunk tovább. Most vége már a melónak. Most már most melónak. Az önkormányzatnak? Ja. Hát Doki mondta, hogy csináljunk képeket. Ja, gyere, gyere. Csináljunk gyorsan. Már mit tudom én, kettőnk kalapálunk, te meg lefotózod. Ja, azt akarom. Mertek valahol kalapálni arra az oldalra, úgy ne. Menj oda. Nem, most másik oldalra álltok. Várj, én hegeztek majd, jó? Mit kalapálsz? Mindjárt jövök, csak átveszem a ruhámat. Hénye, hát én úgy rákoncentráltam erre, meg a szivar is kiesett a számból. Ott van neked szivarod. Hát nézed bátya, eldekkertem, aztán most visszaraktam, kész, ennyi. Ja, akkor ez még a sirály beleszívott egyet, mi? Na menjünk. Ne. Ez hagyja abba? Hagyom. Nem elsőnk, zsa. Ne, nem tudom ki az övé. Nem a falat hegeztem, hanem a falba lévő dolgokat Valami. Hegeztem. A művezető vagyok. Menjünk, őtözünk át. Akkor egy kocsiban. Hát jó van, itt ülsz mellettem, ha mit beszélsz. Jó van, elfelejtettem, na. Ki ül a bazakóba? Ja? Akkor kívánok. Az is ilyen csöves munkás autó. Ojjj, megpusztált papírt kérjük. Na, ezt ki kell fizetni. Ezt le fogom lőni. Kéne lőni. Ha utal érnéd. Ez az, hogy is felismerem. Csaj ismerő volt mellette. Ott van balra, mert ott a HK-s fel. A csajt ismerem. Á, le is csak a csajokat ismered. Az az. Vigyázzál, mert nagy befejezt semmiből. Egy csak az így vigyek meg a főnök a nő. Érted? Igen, szerintem tudom ki jött, már párszor meg akarták veletni. Ja, az. De várja, még a tekesek is. Tudom mindenről, ilyen tekeseket tudom erre, hogy lábolol. Mi? Nekem ki van adó, hogy a tekeseket rakni, mert lábolol. Igen. Te batya! Batya! Ül valaki az autóba? Tényleg ül valaki az autóba? Hanem. És csak barát. Ide foglak befektetni. Csoda. Ide foglak barát befektetni, de ne. Látod? Látod oda, hátra oda látod? Nem azt tenni. Nem azt tenni. Nézd, drága. Azt teheted el fel a faszomba, jó? Nem, mik vannak ott? Tehet el fel a faszomba, szóval. Na, úgyhogy szóljál arra az emes, mert most jövő fejbe azonban. Nem azt tenni. Mert ő fejeknél a benyugiban is felel. Na, úgyhogy... Itt az autómat összetem, hogy megy. Értem. Figyeld a magadra, légy szíves, mert tényleg... Jajajaj. Én gettem. Ja, így megbeszéltek, igaz, Máté? Szerintem meg...
Na, most így mondja neki, hogy többet rám fegyvert ne ráncsom, mert vagy a főbe lőnök. Jó, de ő ilyen, megvéd, ilyenek, de majd nem valószínű. Én megöltem egy ember, meg itt a mellette ülő ember, meg rajta kívül van 2000 ember. És csak óvatosan, avval csüskával. Jó. Úgyhogy óvatosan drága, mert... Jó, van kikapíni. Ezek ilyen kis csövesnek nézem, mert... Driver úgy mindjárt. Tényleg itt lelőni, ott vagy lenne? SMS-t írni, buszt, meg ilyenek, ez még annyira érdekel velem. Hát annyit írta a jelenes, hát most mit választod a drága? Tudom, napok óta nem érnek el meg ilyen. Drág. Drág. Tudok írni, autista vagyok. Na, azt alá tudom támasztani. Majd beszélni. Nagy helikopterek el, amúgy. Ezt felejtek egy összeegy valamit. Tudok, hogy is helikopter. Tegyed már, de azt a sok fordult, hogy miért gyászolnál ott el. Ő, inkább ülj ide aztán. Ne hagyd van, ne. Még én még megfázol, hát. Csöm. Mindjárt jönnek utána, hogy lelőnek ott ilyet. Mindjárt abba főbe lőn. Gyere. A macsa csicsikának ennek is kapusodok, és is tette. Mi lassan a forrás? Csonyod, most lőjem le, vagy már később? Most kéne hát. Igen. Kéne hát. Tudom, menjünk őt így inkább a lágba. Egy csavas munkát szer komány. Én előre hajolok, és nyomok egy kicsit már csajú abban. Hallod, hallod, megbolanít a bizonyét, már csajú abban. Meghallom. Menjünk a lágba. Te is őt az állt, mert kicsit hideg lesz neked ebben a szoknyába, én úgy gondolom. Nehogy felfáz nekünk. Még ruhába öltözök el. Ha nem tudom, bevetés. Ej, akkor nekem azt meg kéne csinálni. Elegánsod van? Elegánsom van. Más tökéletes. Látod elegánsod. Ő még mindig szoknyám. Na, boldog vagy? Így jobb. Na jó. Fehér temetési ruhák. Neked mi az a ruha? Neked mi az a ruha? Mondtál? Miért? Milyen ruha? Hát az elegáns. Hát az mi van ez? Miért? Jó, jó. Istenem. Hát most nem lesz izé? Lámpoltál? Nem, nem. Mondom már, hogy két kettő lámpoltál, szerintem sokan. Jaj, 6-5-kor vagy 6-kor? De. Itt a sajmát lehet mondani olyan dolgokat, amiket kéne. Hogy ne? Teljes mértékben, ő az ügyvédünk. Ja? Az a két. Itt. Eltűnt. Jó van, jó van. Hát tudom, tehát mostanában nem voltak tekes akciók sajnos. Az a probléma. Tehát az utolsó közvetítések azok arra szóltak, hogy... Malmozás. Úgyhogy, úgyhogy, hát most ilyen, most megpróbálok valamit. Ha nem megy, akkor max visszamegyek a techhez. Ennyi. Ennyi. Igazából ennyi a dolog.
pacek. Na mizu? Amúgy remélem, hogy a file server-öm nem tűnt el, mert leszopom magam. Micsoda? Remélem, hogy a file server-öm nem tűnt el, mert leszopom magam. Hát akkor váltod ki az oldalbordádat szerintem. Az biztos. Lengőbordádat, ja, azt. Mindegy, mert videóm az van, hogy az egészről felvettem az egészet. Ja, hát nekem is van videóm, úgyhogy... Na mi van? De nézzenek. Na mi van, Valus? Káres lettél, hé? Tehát most mi van a KR-rel? Majd még meglátjuk, meglátjuk igazából. Ha nem tetszik ez az illegáloskodás, akkor lehet az lesz. De adok időt ennek is. Hát, hogy ugye volt ez a Strikeres történet, vagy a Killian, meg ezek. De most ugye most megint a izé. Ez hol van ez az idióta? Melyik nézd, idióta? Az Alan Jackson, izé, a külön DC-re. Nem baj. Hát meg azt, hogy tök jó, hogy kikikkeltek a semmiért. Az ott lépked a beszélgetőbe, Istenem. A csávó, aki velünk volt. Nice. Hát, hogy most az a tök jó, kikikkeltek a semmiért. De hogy eddig nem ők voltak, meg volt valami balhé, aztán most megint ők a lidrek. És komolyan itt izén tolja. Azt mondtad, ezért beszélgetőbe, Istenem. Hol? Én nem látom. Hát ott a beszélgetőbe. Ja, chat, oké, oké. Soldátó. Katona vagy. Ja. Az látod is, hogy mit csinál. Azt mondja, nekem olyan nincs. Engedjétek el. Aj, Istenem, genyó. Azt mondja, nekem olyan nincs. Na, nézzük a rangokat. Na. Operió, építkezésen dolgozó, egyszerű munkás, semmiről nem tud. Picciotto, vagy picciotto, vagy hogy ejted? Tudja, geci, picciotto. Picciotto, kicsiotto. Picciotto, végrehajtó kis ember, alacsony rangotak, piszkos munkát végzi. Azaz. Mire gondoljon az ember? Most meg vagy interjúvoztatva 12 ember előtt egyébként. Tudja, geci. Mindegy, az a lényeg, hogy... Szoldátó, katona, befutott ember, a maffia tagja, aki napi üzleti tevékenységekért felel. Capo regime. Kapitány, aki 2-3 katonából áll. Contabile, pénzügy tanácsadó. Consigliere, tanácsadó, közvetlen a családon belül és a családok között. Mert több család is van. Hát... Egyébként úgy van a Miraglia egyébként, hogy ugye az egy olasz maffia, vagy hát azt egy Szicíliából származó, aztán ott igen több család volt. Á, értem. Capo Bastone, alvezérre. Te vagy Capo Bastone. És Capo Crimine, az pedig a Don család feje. De miért a váróba mentem, úgy ezt nem értem. Miért a váróba mentél te buta? Már nem tudok bejönni a izébe. Ide nem tudsz bejönni? Nem. Hát hogy a geciba? Hát rajtad van a rang. Te faszom tudja. Jó az, hogy most. Meg külön DC-t lépked. Ó, Istenem. Hát ez... Kiég is. No. Jó az, jó az. Operando. Na mi van, nem akarnak több bejönni?
Ezek szerint nem. Amúgy mehetnénk majd egy ATM-et. Ja. Most nem tudom, hogy tegnap előtt vagy két napja már háromszor mentem el, akartam egyedül ATM-et heggelszeni. De természetesen nincsen rendőr, öt rendőr. És azért feladtam. Ja, no, hogyha nincs rendőr, akkor így se lehet heggeszteni? Hát, hát öt rendőr alatt nem lehet. Öt rendőr alatt nem lehet. Igen? Hát, mióta? Hát nem tudom. Próbálom. Tehát mindegy, hogy az NAV-tól van, vagy... vagy MVS, vagy Z. Jaj, mindegy. Összesen öt rendvédelmisnek fent kell lenni. Legyen öt darab tekes fönt, senki más, és akkor nem jöhetnek ki ATM-re. Egyébként igen, tehát hogyha fent van öt tekes, akkor mi törhetjük? Tehát ők is ugyanúgy rendvédelmisek. Kényes. Amúgy vissza lehet menni már? Nem tudom. Lehetséges. Megnézem. Ja, vissza lehet menni. Ilyenkor a fájlomat újra kell indítanom, vagy csak vissza kell lépni, ez kész? Hát szerintem jobban jársz, hogyha újra indítod a fájlomat. Jó, jó. Amúgy esküszöm neked, ha hasonlít a hangod egy streameréhez. Az is tekkes volt. De komolyan. Ja, Istenem. Most nem baszol fel, tehát egy... Mi van? Semmi. Mi van már? Mi van, mácskó? Ezt most komolyan gondolt? Nem neked mondtam. Hát amúgy akkor... jó, ki lehet hallani, jó. Te figyelj, most nem tudom, hogy most te szopac vagy... Te MG-ztél azt a tekest amúgy? Mi? MG-ztél azt a tekest? Dehogy, akkor még nem is voltam fent félesen. Mikor néztem anno idején. Na, az a fasza, az a fasza. Na, most van egy jó hírem, mert most nem csak nézhetett, hanem játszhatsz is vele. Mi? Mi? Ja, van. Visszadjál. Mi? Ó, Istenem, na menjünk, durogtassunk szét mindenki a pár. Na, egyébként csak én vagyok az a tekes, csak azért mondom. Tehát, hogy... Ja, jó tudni. Ja. Gog, neked mennyi a vagyodon a búny? 300 is kerül. Jó. Hogy mennyi? Nem sok. Aha, én meg 60 milliómmal fokussolok. Szerintem ezének, ecskónak több van. Van 460-500 körül. Jó, de az olyan befolyásos ember, mint a kurva élet. Á, faszt. Na, nem vagyok az amúgy. Na, hogy csak félszervet ismered, meg ilyesmi. De majd hogy... némítom magamat, aztán vegyünk vissza. Nem az inciáltatba kéne lenni? Ja, majd ott leszünk. Bolond Angel Wing. Ciao, ciao. Hello. Na, hello. Mikor jár le az étek? Most akartam kérdeni téged is, Máté, hogy mikor jár le. Na, elvileg valami 6:48-kor nekem. Hát most csak elvileg a nyitó. Csak? Tőled milyen tájba kérték le? Na várjál, ez itt különleges. Hát várjál, biztos, hogy később. Hát várjál. Gyak nézem meg Gonzalónak, ugye, hogy írtam Bandinak is. Ő akkor volt izébe. Szép estéttel köszöntem neki, szóval hogy már később fele volt. Mondom, hogy 8-9 tájék környék lehetett maximum. Tehát, hogy 8-9 körül, ja. Azután általában már nem szoktam. Csak azért mondom, mert Gogról is előtted kérték le. Várjatok, én is kipróbálom. Pillanat, utána kérdezek. Most már én. Hát, ha... Itt admin chatet megnézem. De Discord az írja is, nem? Hogy az mennyi időnként van ez a... Írja egyébként.
De az hogy lehet egyébként megizelni, ki lehet kinézni belőle, ezt nem várom. Úgyhogy fölé viszed az egeret, és akkor megmutatja. Én is most jöttem rá. Nekem is itt azért live chat segített, én is tudtam. Micsoda, hogy történt? Na, hogyha itt az izé fölé viszed az egeredet. Látom, ha. Ked, 21-14. Akkor rád még nem kérjük. Az én meg valami 6.48, vagy valami ilyesmi volt. Jaj, 6.48. Hát akkor már rád kérjetem szerintem. Kérjed akkor. Na most mennyi? Fél óra? Ja. Fél óra, ja. Tényleg, Angel, te... mi is az IC neved neked? Jaj, tényleg most, hogy itt vagyok PC, mindjárt átrakom az IC-t, be Discordunkon is. Csak ahogy hallottam, tudom, te is tudom, mert... voltál. Aztán... Igen, én voltam a Nagy Tibor. Te vagy az IC-t, nem tekes voltál vére? De. Te a Tony Stark, nem? Nem. Az is de a Tony az... Tony is tekes volt. Nem. ORFK-s volt. A Tony Stark, ő tekes volt. De volt tekes, volt ORFK-s is, meg volt tekes is. De most tekes. Nem. És amikor én eljöttem a példa, akkor még tekes volt. Hát most itt van köztünk, ha nem zavar a Tony Stark. Hát azt már tudom, de hogy... Azért nekem tekesként maradt meg. Na jó van akkor. Ez a... Ecskó, virája. Olyan ronda fejed van, ha? Olyan ronda fejed van, így IC, mint a szar. Fent se vagyok, te néma kacsa. De ugyanolyan van. Azt kapul. Fent se vagy, akkor ez micsoda? Nem te vagy? Új. De, fent vagyok, de fent vagyok, végig is fent vagyok. Na, látod? Amúgy probléma, hogy egy kicsit más a gatyám. Nekem ja. Is már. Elég nagy. Igen. Nem amúgy. Mert mindjárt mondom. Csak azért, mert az tiszta bagos szar volt. Te voltál a bagos szar? Az lehet. Érted, hát most már. Elég mányát, de megállt. Igen. Duplán beszélsz. De én nem tudom ki, valaki írta izébe chatre, hogy 120 millióért egy legendák ládáját, tehát én 10-esért vettem valamelyik nap. Nem tudom, szegény Pagyarán nem tudom, nem vette meg 120-ba vagy 100-ba legendák ládáját, mert 10-es a maximum, hogy lehet az ő kérni. Nem baj ez, jó az. Hát figyelj, van olyan balek, akinek át tud adni 120-ba, hallott? Hát most nincs megtiltva, nincs bele így a szervezőszabázó, hogy te... Hát egyet nincs benne, persze. Menni kéne azért most höggeszteni. Várjál már. Tudom, nem csak várok, azért. Nem várok egy kó, sietes magad, csipkedd a picsát. De azt meg ugye csak egyedül tudok. Mert ugye még nincs rajtam rá, mindig nem mehetek veletek, úgyhogy ezt egyedül megy. De, hogy a viharban elvettem? Jöhet szerintem. De nem, ez az én is volt. Akkor vágosztos volt, akkor is mondták, hogy nincs rajtam rá a Discordon, meg úgymond az én is, gamer is, addig nem lehetek ott. De nem az van, hogy valami X fő alatt, igen. Öt főig. Öt főig, igen. Öt főig lehetsz. Az Discord az mindenkit úgy, hogy tudja a gyereket. De most nem az főről beszélek, hanem a másikról, szóval, hogy ugye civil személy nem segítkezhet sem rablásba, sem izébe. De. Mióta? De. Elég régóta. Ugye, a Yakuza ugyanezt csinálta, ugye? Vagy hát ugye a Frakki Jumposok, tudod? Na, de azok is rengeteg nagyon nagy közit is kaptak érte. Ne, ezért nem kaptak közit, ezt megmondták sosáig is, hogy ezt nem tiltja semmi. Mi de meg a Striker is elmondta, hogy miért egy civil, akkor mit erpézzen. Tehát, érted? És akkor én ezért söprögettem 300-at. De jó! Nem meg lesöprögettem 300-at, mert civilként ott voltam egy izé, ATM törésen. Kurva jó! Azt ki nekem... Nem tudom már ki adta, mondom régebben volt még, amikor még Flash volt az izén, ugye a Vagosnak ő volt a lídere, és akkor velük voltam ATM-et törni, meg akkor is Fraki Jumpos voltam, és akkor kaptam izét. Söprögetést, mert hogy úgymond Fraki Jumpos nem mehet izélni. Szóval hogy ugye civil nem mehet segítkezni. De ez izé Cigled is mondta, hogy nem mehetek meg Flash is, úgyhogy azért nem mentem, én nem tudom. Érdekes. Én azt akkor személy szerint kérdeztem meg, tehát akkor volt az, hogy a izében, amikor kiléptem az ORFK-tól, akkor volt, hogy megkérdeztük Cigledit, majd volt a izében a rádió frekvenciával egy kis adminű, akkor mondta, hogy izé nem is mehetnék átémezni a többiekkel, szóval csak egyedül mehetek oda. Ha akarok menni. Ez mekkora fasság, hogyha egyedül mehetsz átémezni, akkor... Mindegy, ugyanott leszünk mi is. Ja, el fognak baszt minket, ugye.
Hát engem nem bosszak. Majdnem. Mert tényleg én nem. Akkor csapom is magam. Duty bot, repülő 500-ra. Ha eldutizni akarsz. De hogy is? De átverek, ha dutizni mehetsz. Hát azért admint megütni nem szabad. Na azért is repülsz. Hát, mert csak a kedves is nem baszik, ugye? Nem. Én attól második kibasz. Elég majdnem, hát elég majdnem. Hát látom, hogy te megyedik volt, hogy kávindéget. Mi ilyen próbál neki a szomszédban, de miért van, miért van? Miért van szomszédban? Ez a legalkalmas időpont, hogy meg. Hát meg dolgok, azt nem magamban, hanem nem belőle. Hát, figyelj, de az lehetett helyét lenne. Nyugodjon, lekérem. Köszönöm. Viszlát. Nem van, elintézik majd. Elkezdi fáradja kell, de ezt ő fárad. Elfárad. A korgogén kérem rád szerintem, mert... Érted? Nem, miért ne? Mert why not? Egyébként a másik, amit nem értek, hogy ugye civil személy miért nem tud motozni. Mert ennek mi az indoka? Hát, mert akkor mi értelme lenne a frakcióknak, érted? Nem is van valaki. Neked a hákunk az merre fele lesz? Majd megmutatom. Majd. Csak előbb megkérdezem az Eriket, hogy egy fél óra van, azt rád kérhetem-e. Erik vagyok, cső. Éj, a Doki nagy támogató. Fú, a Doki, ő milyen egy... frakiba is volt, ő is rendvédelm is volt, nem? Jaj, ORF-kás volt ő. ORF-kás volt? Nem Navos? Mert a Navban úgy van kiírva, hogy keres Doki. Ez már változtatva lesz? Mert Navval líder volt, ha minden igaz. Doki, izéne, ORF-kán is nagy kutya volt, a Navnál is aztán. Sziasztok, Eladó Kocsin, ami érdekel? A Doki az nagy pályafutást futott be egy kaszterón. 1,4 milliárdért. Hát, annyi pénzem sose lesz, hogy köszönöm. Egyik akartam szűkíteni. Ha van valami... Kocsit 60 milliárdig, akkor simán. Hát van egy 30 év. Nekem van. Milyen? Pihacsa, megnézem, hogy izé. Nem van, kérem rád rangodót. Jó, és szépen. Kinevetted, hogy most 30 percen izének. Supra megéri izé 30 milliót szerintetek? 30 milliót a Supra? Hát... attól függ, milyen tuningra. Nehogy kocsit vegyél már. Milyen tuningot sem. Full dia állítólag. Ja, azt láttam, az nekem is megpróbálták meg felsőhozni. Ne vegyél autót, kedvesleges. Suprát azt ne vegyél szerintem. Hát, nem de mi nem úgy van, hogy diás kocsit izé nem ér több pénzzel adni? Vagy hogy van? Mi? Nincs ilyen szoba. Ez mi? Hát mindenki annyira adja a portékáját, amennyire akarít. Maradjat annyiból, mindenki annyira adja a portékáját, amennyire megveszi. Tegnap előtt látom, hogy valaki kiírt, valamelyik, nem tudom ki írt, aki a diás izét azért, hogy meg ezt a több pénzt kapja, az ugyanúgy tanulom állandó, hogy ma kiírt. Na most itt az a hülye, aki megveszi, nem az, aki adja. Szia, Jenő, a Trezort azt mennyire lehet egyébként tudni? Mirájába vagyok. Van érted már... Na, egyébként menjünk már át izére. Menjünk, pillanat. Pillanat, csak már a rangot. Rakják rá a rangot azért. Oké. Nem tudjátok már csinálni, hogy izén és IC rádiós tudjunk beszélni. Rajtam van már, úgyhogy... Fasz. Rád is tették. Hát írtam Eriknek, azt mondta, hogy menjen, csapja. Piff. Na, mi rakja a IC rádió? Angel Wing, te meg... Nekem nincs IC, csak OC. Ne, ott van fönt. A loftozók mögött van. Mi? Azért ott van egy Miraglia, és alatta van, hogy IC rádió részleg. És oda betűnik. Még majd jövök olyan 8-9-ben a nálam. A fasz. Ja, megvan. Ja. Oké, megyek oda. Jó van. Cső. Cső.
Halló, rádió vagytok. Hát gyertek fel rádióra. Ott vagyok rádión én. Oké. Okay. Elismerős ez az autó. Hát itt volt velünk azért ez a dolog. Mi a szisztéma? Ne csak kér, milyen autó van itt meg. Győzik meg. Na, menjünk a Bobébe. Akkor menjünk egy izére amúgy. Új, már nem szágarulnak értem. He, azért nem mondtam ki semmi. Nincs itt az autó. Ah, most szórakozol? Go, hozd már egy autó. Két személyes van. Az vagyok. Várja, megnézem, hogy nekem itt van-e. Akkor menjünk lefoglaltatok. Én is hozok egy két személyes, meg te is. De akkor miért nem könnyebb lenne egy négy személyes? Abszolút. Mindjárt jövünk érted. Jó. Milyen kis kocsikáid vannak neked, hello. Csillandó, kicsillandó. És amúgy hogy fizet az illegál? Figyelj, még eddig egy hete vagyunk, ugye eddig még csak amúgy egyenre jó. Mert? Hagytatok, azt majd visszagyöztök értve fél óra múlva még. Na várj, beszóltál a családfőnek? Torrent olyan is meg lesz. Jaj, kiütöm egy-kettőre. Harapolok ez a kis lambó. Az biztos. Amúgy genyó. Nekem meg eltűnt a golyóállom faszomba. Nekem nem is volt. Jó, a 5-7 az itt van. Így van. Nem látszik az oldalon, ugye? Micsoda? Nem, na, hallod Ecsko? Hogy csak ott megnézhetnétek búvárkodást, hogy jó-e már? Esetleg hát, hogy tudunk onnan még vasat? Ugye állítok a búvárkodásra egy milliót lehet szerezni, ami három hegesztésre. Jó, van, jó, mit műveltek? Hát, most menjünk ATM-re, ungéne. Jó van, figyeljetek a fokozat miatt, tudod? Tudom, a 5-7 itt a zsebemben, pipp, majd durrantok mindenki fejbe. Jó, amúgy? Tényleg amúgy kéne. Amúgy adja nekem, adja, jaj. A kripszeseknek segítettem jó, védeni, jó. Segítettem levadált egy pár embert nekik, úgyhogy... Na, szuper. Amúgy szerintem simán lehetne kripszeseket. Na, ügyes, jó, ügyes vagy. Jó van, Jonathan, nyomjátok, holnap leszel, nem? Fogalmam sincs, nem tudom. Hát, hogyha nem tudod, csak tudod, leszel-e vagy nem, basszalak meg. Hát nem hiszem, mert délután szerintem megyek előtt volna. Na, jó van, akkor mondjuk tízen. Hát, este jövök. Jó van. Meetingen leszel, nem? Szóval nem tudom, fogalmas sincs arról tényleg, szerintem nem, így nem. Szóval, jó, oké, és jó van, dumcsizunk majd, akkor nyomjátok el, való. Ja, csúmi. Lárafom a fogok, mindjárt másra. Zsirász! Egy ember van. Most visszaszaladsz megint elő. És mi van? Most miért ezért lesz ki? Más sem megyünk? Van egy kapi autóval, lefoglaltabban. Jó. Amúgy majd itt is izé. Izéhetnél? Sá, már rajta. Lefoglaltam. Mindjárt jövünk hátra. Amikor visszajöttek, értem srácok amúgy. Én kérdés, hogy lefoglaltabban kivettük az autómat, meg kivettünk egy izé. Kapi autó. Csale. Karbantartás van. Akkor futás le. Az futás jó. Van le. Na de azt mondtál, hogy azt érted, hogy már jó, már megy. Hát mert megy attól csak, na. Ejj. Na. Pöpöpöpá.
Karbantartás genyó. Az. Jó, sprágy elhúzzák, amúgy. Mes oda. Jó, sprágy elhúzzák. Na, királyság két órája. Hello, szia az étén. Most bekerül a izé, a rákászati meló. Ezt azt érted, hogy ez egy kis karbantartás lesz. Jaj. És meddig lesz, mert nem tudom. Mire elmenjünk rákászni? Ecsko hall lesz menjünk engem rákászni? Egyébként. Valahogy menjünk még jaj, itt, egy-két ATM-et. Ja, ATM-ezünk inkább, én azt mondom, vagy bolthozzunk, hogy van. Meddig lesz karbantartás? Tudja, geci? Majd mennék majd izé, majd megyek el Moriba. Hol mész? Hova? Morizons. Mi? 3000 forint a korlátlan italfogyasztás. Hogy micsoda? Ez egy izé buli hely. Hol van az ilyen jó helyek? Hát Pösten. Érted? Van 5-6 terem. Igen. Menni kéne ócénan. Jók vagyunk itt. Aztán érted? Nem zavar neked senki. Gyorsban leszerveztem egy randit is az én magamnak mellé. Kurvákat. Ez komoly. Azt érted, hogy haver megy, mondtam, jó, akkor megyek én is. Ne faszasz, mikor mi? Na, nem tudom, majd olyan, hát ilyen hét fele írok rá, hogy mikor talad, de mondjuk egy ilyen... Szagabb, jó vagy haj. Nem tudom, most találkozok vele először. Azt ugye nem Jánosnak hívják, vagy Ferinek. Ne, Jancsikor. Az a baj, hogy nekem nagyon szar név van Múriám, úgyhogy... Nem úgy hívják. Azt hittem azt mondta, hogy nem szar a memóriám, de lehet úgy hívják. Esküszöm, azt hittem azt mondta. Hát, menjünk HKS-be? Mondtak felvétel. Biztos. Biztos, hogy megjegyed a szerelőnek. Miért? Te voltam a szerelő? Aha, előzőjének ott voltam. Aszkom. De kiraktak a semmiért, hát. Vagy jól megkerested akkor magad. Dehogyis. Egy hetet voltam. Írtam nekik, ja. Nem leszek vasárnap. Hétfőre már kiraktak. Aszkom. Azt megkérdeztem, hogy miért. Azóta se válaszoltak. Ugye szeróról. Tudom, ti hogy vagytok vele. Micsoda? Kérd a bannodat? Kérd a bannodat? Miért is? Miért is? Ha? Csak kérdezem. Te valami ne számtelenkedj én. Na mi van, Sándor? Sziasztok. Na, Gomez, írjad már, hogy menjünk felfelé a rákba. Elmegyünk a dicsérőhöz. Hát azt írt, hogy egy mini karbantartás, mert jön egy nagyobb update. Na, azt mondom, fél órája ez egy karbantartja a szerver. Én, akinek nem tudom, van egy csomó... Mint a gyereket tudod karban? Nyakára azért támasztani kell. Meg a faszát. Amúgy az legjobb, csak neked kell. Nekem is van egy csomó fejlesztés fasság, most meg akartam vele keresni komit, és 3 nap írok rá, hogy amúgy jól nem tudnánk beszélni, meg minden. Az vissza se ír. Hát mit gondoltad? Ilyen szentünk. Fides neki valamennyit, hogy szentünk. Ó, majd biztos fogok még fizetni. Meg a nagy fasz. Örüljön, hogy itt játszok. Érted, hát nincs még egy olyan személy, mint én. Hát ilyen nincs. Az biztos. Amikor mondom, csáó, gyere OC beszélgető. Azt ott van már külön DC. Jó, mamá. És mit kell izélni? Ja, Istenem, jó. Nekem is mondod DC-n, hogy menjek izé. Olcsa OC-g izé. Most tudtam, hol kell menni. Na, egyébként nekem olyan 8:30-9 körül kell mennem a Morira. Am meg a nyugati fele van. Hát figyelj, egy óra az út. Ja, hát akkor indulja. Hoppa, ez meg a kalassan értelem kell, geci. Én nem, hogyha 9 érne oda. 7-kor, hát akkor lemaradok a izére, a korlátlan italfogyasztásról. Igen, az bajos. Bajos, érted.
Hát inni fogom a whisky kólát, mint a vizet. Vigyel ételhordót, hogy otthonra is maradj. Megöntsél a zsebedbe is. Ez pohárkám, azaz. Már amúgy meg se írja, akkor elmenni, ha nem lesz korlátlan a fogyasztás. És bírám pont hát már írják, hogy nincs korlátlan fogyasztás. De az mindenben van, ingyenes a belépés, és 3000 forintet lehet korlátlan a fogyasztás venni 9-ig. Azt, hogy miért éri meg nekik amúgy? Mert hülyék azért. Hát, mert sokan nem veszik meg, viszont utána már a drága apja, érted? Már így behívnak 100 millió van. Hát ott van mondjuk közé, mondjuk 200-300 ember, egy sör 900 forint. Ja, hogy ez így megy? Hát, na érted, mondjuk jó nem 900, mondjuk 600-700. Ja, hát abból egy... Aki falusi ott meg 600, érted? Vagy mi 100 forint most? Abból egy napig elélek, kolik hát ez az. Na és akkor érted, megveszed 3000-ért az italfogyasztást, és megiszol annyi sört, amennyit akarsz, vagy viszki kólát, vagy ilyeneket. Ja, a szót részegre számít a szar. Ez a terv. Hát pont azért megy. De hát, te tudod. Hát igen, azért mondjak, hogy igyak is táncoljak. Táncolni se tudsz. egész tűrhető vagyok, na. Na, mutasd, mit tudsz akkor. Csabd meg. Biztos meglógatja a bőrszöget a csajoknak. Érted. Hát, tudod, ink. Nézem, és akkor kirakod a férfi pástot. Na várjál, nézem a streamet, úgyhogy csapjad a táncot. Esélytelen. Már OC beszélgetében lehet egy kamerát osztani, nem? Na, akkor menjünk csak oda. De streamel, ő streamel, tehát nézted a streamet. Hol streamelsz? YouTube-on. Na, küldj el linket. Akkor menjünk. Hát én vagy matekok. Na, de nem matagok, vangok. Ja, vangok, bocs. Milyen V-vel dupla V-vel? Milyen dupla V-t, buta vagy? Azt most telefonozik a valod. Igen, azt csinálom. Igen, azt csinálom. Le kell beszélni a dolgokat, na. Hát nekem nem tudom, mit dobott be, afrikai festményeket, nem tudom. Ezért Van Gogh-ot írt be. Vagy írt be mondjuk azt, hogy Tech RP. Vagy Tech VLS. És akkor ott akkor is kiad. Most akkor nézzük egymást. Vagy ti néztek engem. Aha. Elég creepy. Nem gondoljátok? Akkor legalább egy lájkot csapassatok. Az normális, hogy már nálam nem streamelsz. Tessék? Nálam nem streamelsz, az normális. Te figyelj, te a izét, ócit csináltad meg. Mi csoda? Visszállom magam, tudod, hogy már furcsa. Na meg nem lehet engem békén hagyni, mert hangüzenet. Érted, a legrosszabb dolog a világon a hangüzenet. Ja, azt ott mondják nagyból, hogy gyere, szoblóba összeget, mi? Érted a hangüzenetet? Azt nem lehet csak úgy megnézni. Ezt le kell játszani. Wow. Testkészen van, ízé, matekológus vagy mi a gyár? Matekológus, azt mondja. Buta. Most mit kell bántani? Na, csak annyi, hogy valaki mondta, hogy azért megy ki, és nem lesz korlátlan italfogyasztás, mert konkrétan egy sörtől be tud baszni. Én meg így amász is mindenedet. Az valami kislány, vagy mi? Az van, hogy rendszerűen balfasz. Az. Na olyan már, akkor lesz ez egy kenyomorú vendéglás. Kérdezd meg Komesz. Rá, és írok, hogy meg Komesz. Mindjárt rájön Komeszről, hogy csapasd a szervet, mert ma föl akarok menni. Na, még lehet, hogy dolog is fel, nem tudom, live-ot, buliból, nem csak viccelek, ez fura lenne.
De jó, most látok, viszont akkor én lehet lépek, hiszen tudod, készülődök ilyenek. Na jó van. Jó van, menjen. Majd holnap leszek kicsit fejfájúsan, valószínűleg. Nem. Én ilyenkor okosan csinálom, mert lefekvés előtt megiszok 1,5 liter vizet, és nem lesz bajom. Na ott van, nézzétek meg, ezért mire gondolítsz, miért? Visszajött viszki lesz, mi? Micsoda, mi van a viszki? Várjon, szeretem a viszkit, főleg a bőrbőnöket. Say what? Na mindegy. Ekkor ezt mikor lehet van felmenni? Na jó, most kacok. Adios, amigos. Csumi. Csáj. Na jó van, hölgyek, urak, fiúk, lányok, elkezdődött az új évad. Második évad. Mafia RP. Megújult adás lényegében. Igen, Kevin, majd nyugi beszélünk. Aztán csapatni fogjuk, holnap is leszünk, holnap után is leszünk, és próbálunk nem minden nap, de kb. Minden másik nap legalább lenni. Kb. Nagyjából. Na. Hát akkor legyen nagyon szép estétek, aztán legyetek jók. Ciao.